izgalmas és gólgazdag mérkőzéseket hozott a Farsang Kupa teremlabdarúgó torna. A salgótarjáni városi sportcsarnokban rekordszámú 27 csapat mérkőzött meg egymással a végső elsőségért. A baráti foci tornán a találkozók sportszerűen zajlottak, és a nézők sok szép gólt is láthattak. A csoportmeccseket követően azonban az egyenes kieséses szakaszban a tét valamelyest rányomta a bélyegét a csapatok játékára. A 10 perces találkozókon nagyon oda kellett figyelni a játékosoknak, és a legtöbben gól nélkül próbálták meg lehozni a meccseket, több-kevesebb sikerrel. A farsangi focitorna döntőjében Simó Attila vezérletével a Sase Legends csapata végül 3-1-re legyőzte a Szellemes nevű Határ Eset együttesét. A bronzmérkőzésen pedig a San Fodesta győzött ugyanilyen arányban a Street Team ellen. A farsangi focitorna győztese egyúttal a részvételt is kiharcolta az 5. Nógrádi futball kispálya szuperkupa selejtezőjére.